a jelenlegi felület is alkalmas arra, hogy megosztással lehet kerékpáros, illetve gyalogosnak közlekedni. A biztonság érdekében burkolatszínekkel lesz elválasztva, illetve szegéllyel lesz elválasztva a két sáv egymástól. Én úgy gondolom, hogy körülbelül egy hónapig fog most tartani ez a munkálatok a Jókai utcáig. Ezzel befejeződik, tehát utána már a művelődési ház irányában fogjuk tovább folytatni a munkát.